nem lehetett a kancellár asszonnyal külön egyenként fényképet készíteni. Nyilván voltunk 120-an csak ebben a gyakornoki programban, neki erre nincs kapacitása, és akkor mondták, hogy jó, lesz egy közös csoportkép. 40 percig álltunk a tűzőnapon a parlament lépcsőjén, de lett 40 perc után egy csoportkép, hát sokat nevettünk, igazából konkrétan 2 darab kattintás volt, 2 darab másodperc alatt. A kancellárasszony természetesen Angela Merkel, és a hölgy, aki 40 percet vált rá, Göbli Viktória, aki egy egyetemi programnak köszönhetően dolgozott a német parlamentben. Viki tőzsgyökeres bátaszéki, és nagyon szereti azt a nyugalmat, amit ez a város sugároz. Azt meséli, érdekli a politika. Na, nem a pártpolitizálást egymást túlcsáló változata, hanem az, ahogy felépül és működik ott Németországban, kicsit másképp, mint itthon. Messziről egy ilyen nagyon nagy vágyakozás mindig, hogy úristen, mikor leszek már végre otthon, és mindig ez a megkönnyebbült érzés van az emlékeimben, hogy itthon minden csak olyan lazán van, és csak pihenni lehet. Azért, amikor végül mégis hazajutok, akkor azért mégiscsak mindig rohangálás van. Az egész családot végig kell látogatni, mindenkivel találkozni kell, de összességében azért mindig nagyon pihentető. Mindig is érdekelt az, hogy egyszer külföldön élni, kipróbálni magamat idegen környezetben. És én itt a gimnáziumban szerettem meg nagyon a német nyelvtanulást, 7.-8. És akkor utána váltottam Bajára a német két tannyelvűbe. És ott már így igazából arra épült az egész, hogy az embert felkészítsék arra, hogyha szeretne külföldön tovább tanulni, vagy bármi ilyesmi. És az egyetem alatt is végigkerestem a lehetőségeket, voltam Erasmus programban, szintén Németországban, és amikor megszereztem a diplomámat, akkor pályáztam meg ezt a berlini gyakornoki programot a német parlamentben. Na jó, de mi vonz egy fiatal lányt a politika irányába, miközben a világban annyi minden érdekes dolog lehetne, amiből érdemes tudást szerezni? Igazából nemzetközi tanulmányokat tanultam alapképzésen a Corvinus Egyetemen, úgyhogy ez teljesen egyértelmű volt, hogy érdekel a politika, meg érdekelnek a leginkább ennek az elméleti része, kevésbé inkább a pártpolitika. És ez egy nagyon jó lehetőségnek tűnt, hogy belepillantani úgy egy egyébként rendkívül fejlett demokráciának a működésébe, hogy közben mégsem kell semmilyen irányban elköteleződni. Az ember, amit megtanul külföldön, szerintem az önmagával kapcsolatban nagyon sok dolog, az önálló élettel kapcsolatban, de egyébként meg, ami nagyon-nagyon tetszett konkrétan a parlamentben, ez a politikai kultúra, ahogyan ők tényleg működtetik a demokráciájukat, az egésznek a működése, az egésznek a légköre, mert egyébként így ilyen hihetetlenül közvetlen viszonylag a légkör, és nagyon profik, szóval egészen elképesztő szinten művelik ezt a parlamentarizmus dolgot. A gyakornoki programja a parlamentnek, ez minden évben fix időpontban kerül megrendezésre, és körülbelül 120 gyakornokot vesznek föl a világ 40 országából. És mi mind egy kupacban laktunk, közös programokra jártunk, és nagyon összekovácsolódott kis társaság lett, úgyhogy szerintem életre szóló barátságok lettek. 20 és 30 év között voltunk mindannyian egy-két diplomával, politikai iránt érdeklődőek, németül folyékonyan beszélőek, ez eddig oké. És akkor innentől kezdve gyakorlatilag a lehető legszélesebb skálán mozgott a mindenféle politikai irányultság. De alapvetően nem is ez volt a lényeg. Szóval nekem azt tetszett a legjobban, hogy nagyon jól el lehetett mindenkivel beszélgetni ettől függetlenül, és nagyon jól lehetett barátkozni. Az egésznek szerintem részben ez is volt a lényege. Úgy lettünk gyakornokok beosztva képviselők mellé az irodájukba dolgozni. De senki nem választhatta meg, hogy milyen párthoz, milyen képviselőhöz kerül. És bizony, hogyha valakinek úgy sikerült, hogy éppen kevésbé osztotta a főnökének a nézőpontjait, akkor meg kellett tanulni ügyesen, okosan, diplomatikusan
kicsit lavírozni, és közben mégis tudni együtt dolgozni. És egyébként nagyon érdekes volt, hogy ez így szerintem többnyire sikerült is mindenkinek. Így lehet politikai kultúrát elsajátítani ideje korán. A német parlamenti program után Viki most a Konrad Adenauer program részese lett. Nagyon érdekesek ezek a politikai alapítványok Németországban. Minden párthoz gyakorlatilag, minden parlamentben jelenlévő párthoz tartozik egy alapítvány, akik igazából a világ minden táján általában jelen vannak, és a német diplomáciának az egyik legfontosabb eszközei. Főleg ilyen kapcsolatépítés szempontjából az adott országban támogatnak iskolákat, továbbtanulási lehetőségeket, például az én esetemben részt vesznek különböző projektekben, és ez nekik is jó, mert így építik nyilvánvalóan ki a kis köreiket, de közben meg azoknak is jó, akiket belevonnak a programjaikba. Elsősorban közigazgatási szakember leszek, mondja, és elvileg ennek függetlennek kell lennie a pártpolitikától. Én ehhez akarom tartani magam. És mindaz, amit tanultam, arra jó lesz, hogy megfelelő ajtókat nyisson majd meg számomra, ha a munkavállalás kerül a középpontba. És akkor helyben leszek, mondja.